Aki nem az ürességből beszél, hazudik. Aki nem üres, akkor, amikor beszél, nem tud igazat mondani. Aki nem üres, és úgy szól, nem tud lélekből beszélni. Aki nem kíván megüresedni teljes mértékben az élő Isten előtt, nem tud lélekből beszélni. A lélek nem igényli a szellem társaságát. A léleknek nincsen szüksége az ember szellemi képességeire. A lélek agy nélkül is működik és létezik. A lélek örökkévaló. A lélek csak akkor szólhat tisztán, hogyha az ember megüresíti magát, és nem kíván szellemből szólni, memóriából szólni, a múltban generált indulatból szólni, a jövőre mutató vágyból szólni, a múlt és a jövő elrabolja az embertől a megüresedés lehetőségét. Boldogok, akik megüresítik magukat, akik lelkét nem terhelik a múlt és a jövő gyötrelmei. Ők a boldogok, akik meg tudnak feledkezni arról, hogy kik ők. Mert amikor az ember arról beszél, hogy ki ő, akkor ő valójában azt sorolja fel, ami a múltban történt vele. Azokat a jellemvonásokat, amelyeket a múltban szerzett magának, azokat a dolgokat és kincseket, amelyek a múlthoz tartoznak, ami a múlthoz tartozik, halott, úgy a szokásaink, mint a hagyományaink. Minden halott, ami a múlthoz tartozik. És hogyha én úgy határozom meg magamat, azon értékek szerint, amelyeket a múltban szereztem, amelyek a múlthoz tartoznak, akkor én is halott vagyok. Az első halálban vagyok még mindig. Nem támadtam fel. A magyar nyelv lebuktatja ezt az alatomos játszmát, amit a szellem űz az emberekkel. Mert azt kérdi, hogy mi határoz meg téged. A magyar nem azt kérdi, hogy mi tesz szabaddá téged, hanem azt, hogy mi határoz meg téged. És ami engemet meghatároz, az meg is öl. Én nem az vagyok, ami meghatároz engem, hanem én az vagyok, ami szabaddá tesz engem. Amit én hittem magamról, az mind a múltban van, és a jövőben. Az én vágyaim, az én elképzeléseim, az én ambícióim a jövőben vannak. Ezek mind meghatároznak engemet. Határokkal vesznek körül engem. Hiába mondta Jézus, hogy elég minden napnak a maga baja, és majd a holnap aggodalmaskodik a maga dolgairól. Hiába mondja azt, hogy bocsássunk meg mindenkinek. Vajon miért olyan fontos megbocsájtani mindenkinek? Mindenkiért? Nem. Elsősorban magadért. Magunkért. Mert amikor megbocsájtunk mindenkinek, akkor elbocsátjuk a múltat. Elbocsátjuk a hamis identitást. Elbocsátjuk azt, ami, aki voltunk ezelőtt. Persze Isten segítségével történik mindez. Mert én hiába mondom azt, hogy elbocsájtom a múltamat. Mert én őszintén nem bántam meg, amit tettem a múltban, hanem értettem meg, mit tettem a múltban, hogy azáltal vétettem az élet ellen. Akkor hiába mondom azt, hogy elbocsájtom a múltamat magamtól, mert nem tudom elbocsájtani. Lehetetlen. A múlt mind untalan visszajön és számon kér, provokál, megtámad. Én visszatámadom őt. És ez már elég is ahhoz, hogy
Újra szövetségbe lépjek a múltammal, paráználkodjak a múltammal, hogy a múltam rám olvassa, hogy ki vagyok én valójában, hogy én egy halott ember vagyok, megtörtént események halmaza, megtörtént címszavak és jelzők összessége, amelyek megtörtek. Az igazságról nem lehet megüresedés nélkül beszélni, vagyis lehet fecsegni az igazságról harmadik személy egyes számban, de az igazságból lehetetlen szólni, mert az igazság csak akkor szól belőlünk, amikor mi kívánunk üresek lenni, hogy az igazság lelke megtöltsön bennünket, megörvendeztessen, feltöltsön, beszéltessen, énekeltessen, és bocsásd meg nékünk a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ha kívánjuk, akkor megláthatjuk, Isten megmutatja, hogyan vétettünk az élet ellen a múltban. Nem azért mutatja meg, hogy szemrehányást tegyen, hanem azért, hogy megszabadítson, hogy ne kívánjuk újból elkövetni a múltat. Csak ezért Isten nem bosszúálló. Bár szó szerint így le van írva a Bibliában, Isten haragja, Isten bosszúja. De ezek ilyen emberi kifejezések, ahogy le tudta írni a próféta. De Isten nem bosszúálló, amikor azt mondja, hogy tartsunk bűnbánatot, hogy kérjük tőle, és ő megmutatja, hogy mit vétettünk mi az élet ellen. Azért mondja, hogy megláthassuk, őszintén beláthassuk, akár megvalhassuk, megbánhassuk, hogy megszabaduljunk. Nincs elengedés megbánás nélkül, drága emberek. Nincs elengedés szembesülés nélkül. Hiába mondja a guru azt, hogy engedd el a múltat. Nem fogod tudni elengedni, teljesen biztos. Nem tudja az ember elengedni azt, amit tagad, amit nem is lát, aminek nem érti a lényegét. Hogy történhetett meg? Miért történt meg? Milyen hibát követtem el, hogy megtörtént? Hogyha az ember meglátja, mert megmutatja neki az Úristen, akkor tud történni valódi elengedés, hogy igazából Isten enged el téged. Feloldoz, eloldozza a láncaidat, a kötelékeidet, és megszabadulsz a múltattól, a múltban elkövetett hibáktól, bűnöktől, vétkektől, életellenes cselekedetektől, mindentől. És amikor a múltat leválasztja az emberről az Úristen, akkor a múltnak a kincsei, gyötrelmei, értékei, nosztalgia, semmi nem gyötri őt. A múlt elengedi az embert, és amikor meglátja Istennek a dicsőséges jelenlétét, a lélek jelenlétét, akkor már nem is sóvárok, nem kívánja a jövőt, nem kell sem a jövő, sem a múlt. És amikor már egyik sem kell, akkor van a dicső jelen, Isten dicső jelenléte, és az ő dicső jelenlétében van az igazság, a mennyek országa. Aki az ő jelenlétéből szól, azt tud csak gyógyítani, halottak ott támasztani föl. Aki az ő jelenlétéből szól, csak az él igazán. Megüresedés nincs az ő jelenléte nélkül. Az ő jelenléte az, ami megkívántatja velünk az üresség állapotát, hogy ne legyen semmi sem bennünk, semmilyen kincsünk a múltból, sem a jövőből, semmilyen nehéz dolog, semmilyen neheztelés a múltból. Isten megengedte, hogy újak legyünk, mert elbocsájtotta a múltunkat tőlünk. Eképp mi is elbocsátjuk azt, amit gondoltunk embertársainkról. Megengedjük nekik, hogy újak legyenek, újjászülessenek a jóságos Isten kegyelme által, mint ahogy nekünk is megengedte Isten, hogy újak legyünk,
újjászülessünk. Személyes történet az óembernek, a régi embernek. Vannak régi kapcsolatai, régi szerelmei, régi konfliktusai, amelyek szintén kívánják meghatározni, határok közé is szorítani az új embert. Viszont a jóságos Isten megmutatta, hogy az a személy is ott a múltban, ő is az ő gyermeke, őt is hazavárja, és nem engedte meg, már nem engedi, hogy úgy lássam azt a személyt, ahogy akkor láthattam, hanem azt adja, hogy az ő szemeivel lássam őt, az ő szemeivel, az ő szemein keresztül. És amikor megláthattam őt, ahogy a mindenható látja, akkor hát valósággal megkedveltem, megszerettem. Miért? Azért, mert egy aranyos gyermeket láttam. Isten gyermeknek látja őt. Tökéletes gyermeknek. És talán ő még nincsen tisztában azzal, hogy milyennek látja őt Isten, és milyennek akarja látni. De azáltal, hogy a múlt kötelékei feloldódnak, kitörli az én fejemből, hogy ő ki volt, és belehelyezi azt a gondolatot az új személynek a lényét a lelkembe. Azáltal ő az én részemről teljes mértékben szabad, amilyen szabadnak akar látni őt a mindenható. Én is pont olyan szabadnak kívánom látni őt. Gyermeknek, akinek Isten örökségül adja az egész világot, teljesen szabad gyermeknek, meg nem rontott, meg nem szeplősített gyermeknek, akinek nincsen neme, ő már nem nő, hanem gyermek, a mindenható Isten gyermeke, az ég és a föld teremtőjének a gyermeke. És hogy ki ő, nem tudom. Fogalmam sincs. És hogyha látnám, ha látom őt, akkor is csak annyit tudok róla, hogy ő Isten gyermeke. Tele van az élő Isten lelkének a teljes gazdagságával. Minden az övé, minden felfedezésre vár, minden lehetőség adott. Ő a leggazdagabb személy az egész világon, és ő a legkreatívabb is. Az ő örömének a forrása kimeríthetetlen. Csak ezt tudom róla. Nem tudom, és nem is akarom őt meghatározni, hisz a mindenható Isten nekem szabadságot adott, megszabadított a határaimtól. Mit akarnék én bárkit is meghatározni? Mit akarnám én bárkire is ráolvasni, hogy ki ő? Többé nem akarok elbukni, mint Ádám, aki meghatározta az ő igényeivel Évát. Nem határozom meg őt, mert a mindenható Isten meg akarja szabadítani őt a határaitól. Eképp engemet sem határoz meg senki, mert a mindenható Isten meg akar szabadítani engem a határaimtól. Ő nem meghatároz engem. A Krisztus nem azért adta és adja az életét, hogy engemet meghatározzon, hanem azért, hogy teljesen szabaddá tegyen. Mert én csupán szabad emberként örökölhetem a mennyek országát. A mennyek országában az enyém minden. A Krisztus király székébe ülök, mint ahogy ő is a mindenható Isten király székébe ült. Tehát nem vagyok meghatározva. Még a földi királyok is viszonylag szabadok. Nekik nem parancsol senki. Gondolják ők. Ők valamelyest eljátszodják azt, hogy királyok. Valójában nincsen király. Csak egy király van. Az, akinek nincsenek határai. Mert az övé a mennyek országa. És megmutatta az útat a mennyek országába. De a földi királyok valamelyest megmutatják, vagyis próbálják sejtetni velünk azt, hogy mi az, hogy ők szabadok. Őköt senki nem határozza meg. Noha ez nem teljesen így van. Mert a királyok királya, hogyha más nem is határozná meg, a királyok királya fölöttük van, és amíg ők nem akarnak gyermekké válni,
addig szükséges, hogy fölöttük is uralkodjon mindenható Istennek a törvénye. De aki nem akar király lenni, aki nem akarja magát megkoronázni sem koronavírussal, sem semmivel, aki nem akarja magát felemelni, azt a mindenható Isten felemeli az égig, egészen az ő király székéig, és odaültet minket maga mellé, az ő király székébe, akinek füle van, hallja, mit mond a lélek a léleknek. Aki megüresíti magát, az önfelett. Aki önfelett, megfeledkezik magáról, megfeledkezik a múltjáról, és őt a múltja már nem helyezi határok és korlátok közé, nem határozza meg. Az önfelett az, aki Isten jelenlétében van, mert Istennek a jelenléte betölti az embert. És akit Istennek a jelenléte betölt, annak nincsen szüksége semmire abból, amit ő eddig gondolt magáról. Az ember szabad, és nem csupán szabad, hanem a szabadság leheletét hordozza magában, és azt oda tudja adni ajándékba, a szabadságot éhezőknek, a megkötözötteknek, a megsebzett szívűeknek, az élet lehellete, a lélek beszéde. A lélek beszéde az, amit lélekből, és nem szellemből szólunk, nem agyból szólunk. A lélek beszéde, az élet beszéde, a hit pedig hallásból van. Szükséges, hogy a lélek megszólaljon, és lefegyverezze a szellemet, a légiót, ami az emberek elméjében van. Aki ragaszkodik a múltjához, a múltbeli sérelmeihez, a múltban összegyűjtött kincseihez, nem tud üres lenni. Akinek elképzelése van arról, hogy milyen kell legyen az élet, tervei vannak a jövőre vonatkozóan, nem tud üres lenni. Aki nem tud üres lenni, azt a mindenható Isten nem tudja megtölteni az élet lehelletével, az élet lelkével. A mindenható Isten meg akar szabadítani engem a határaimtól. Ő nem meghatároz engem. A Krisztus nem azért adta és adja az életét, hogy engemet meghatározzon, hanem azért, hogy teljesen szabaddá tegyen. Mert én csupán szabad emberként örökölhetem a mennyek országát.